Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Igazából én nem sokat szeretnék mondani, aki ismeri a galériát, esetleg tudja, hogy Csernestek az egyiknek a tározó művész a galériának. Nagyon nagy hatással volt az én műkereskedelmi tevékenységemre, jó barátok voltunk, amikor Párizsban értem, rengeteget találkoztunk, és hát az egyik legnagyobb festőnek tartom, figurális festészetben mindenféleképpen, úgyhogy nekem mindig egy nagyon olykor Tibor képeit láthatom a galériában. Volt már jó néhány kiállítás, erről már több kiállítást megnyitott itt Tibornak, úgyhogy most át is adom neki a szót, hogy hozza meg a gondolatait, impresszióit erről a kiállításról, és csak akkor hallgatjuk, hogy mit fűzöl hozzá. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egyetértek Kálmánnal azzal abban, hogy a 20. század végének, 21. század elejének világszerte nem csak egyik legismertebb, de valóban a legnagyobb magyar alkotója Csernus Tibor, a szűrnaturalizmus megteremtője, ahogyan Pernevszky Géza elnevezte, vagy éppen az alkimista művész, ahogyan visszatérően mondogatták róla, felkészültsége, bravúros festői megoldásai páratlan stílusérzéke miatt. Caravaggio a teóriám, mondta egyébként a 80-as évek közepén egyszer, és lehet, hogy éppen akkoriban mondta ezt, amikor világszerte valóban ismerté vált, hiszen a világ akkor fedezte fel 1985-ben, amikor a New York-i nagy Caravaggio kiállítás apropóján az ő festményeit is bemutatták az amerikai Metropolisban, mégpedig átütő sikerrel. Most itt Budapesten egyszerre két olyan tárlatot rendeztek, amelyek életművének különböző szeleteit idézzük meg. A Magyar Képzőművészeti Egyetem történetének 1950-56 között időszakát bemutató tárlaton az induló Csernus, a legjobb Bernát tanítvány, ahogy a nevezték, néhány alkotása, például az Orlai Festi Petőfi című vászna, valamint diplomamunkájának a vázlatai láthatóak. Itt a Maklári Galériában pedig a életmű több periódusának alkotásai szerepelnek, a 50-es évek végétől egészen halál előtt néhány évvel 2001-ben megszületett Forgatás című képéig. A két kiállítás, köztük persze elsősorban az itt látható, jól érzékelteti, milyen jelentős, mennyire egyetemes, ugyanakkor mennyire köztünk lévő a szó szoros és átvitt értelmében is Csernus Tibor művészete. Festészete a művészet korokat, stíluskategóriákat átívelő értékeiről, a párbeszéd fontosságáról beszélnek, arról, hogy a művek mindenkor a tradícióhoz ezer szállal kötődve válnak a szó legjobb értelmében véve kortárs alkotásokká. Tegyük hozzá, Maklári Kálmának kulcs szerepe van abban, hogy a csernusi életmű idehaza az első műcsarnoki kiállítás követően, de külföldön is folyamatosan az érdeklődés középpontjában legyen. Szervezett kiállítást alkotásaiból Rómában, jelentős része volt a műcsarnokban a Szajha útja című sorozat bemutatásában, 2007-ben éppen ebben a teremben mutatta be az életmű jelentős, de a szélesebb nyilvánosság előtt kevésbé ismert, mert magángyűjteményekben őrző darabjait. Magángyűjtemények részét képezik a most látható képek is, mint egy párhuzamos áttekintést adnak az életművől a múzeumokban, közgyűjteményekben látható munkákkal. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1952-ben Bernát Aurel növendékeként diplomázott művész, már diploma munkájával, a 12 pont kinyomtatásával, majd az indulása első éveiben jó néhány művével, például az említett Orlai Festi Petőfi című művel, a taxiállomással, a három lektorral érzékeltette, hogy a szociál időszakában sem kellett a művésznek föltétlenül a hatalom emberévé válnia, hogy megvalósítható az autonóm művészet, létrehozható a kép,
amelyet a tradícióhoz kötődő, de a művészet öntörvényű világában és saját korában egyszerre benne élő művész saját döntései szerint alakít. Erre a teljes autonómiára való törekvésre a szürnaturalizmus megszületése, a Saint-Tropez és főként a Nádas, de akár az itt látható 1958-as Angyalföld megfestése után annak idején ideológiai alapú elutasítás volt a válasz, ami lehetetlené tette Csernus további itthoni festői működését. Feleségével, Szilveszter Katalin festőművésszel ezért telepedett le 1964-ben Párizsban. A kiállítás legkorábbi festményei, a már említett Angyalföld után, a Vasárnapok, a két cím nélküli szürnaturalista kompozíció, vagy az 1967-es Boxolók vacsorája ebből az időszakból származik. Az utóbbi érdekessége, hogy majd egy évtized múlva Csernus, akit akár csak a repülőgépek, a mozi, a filmhíradók világa erősen vonzott ez a kemény férfias sport is, megfestette a Boxterem című képet is. Párizsban a festő, ahogyan a folyosó résznél látható Stendhal vörös és feketéhez készült lapjai mutatják, néhány évig főként könyvillusztrálással foglalkozott. Képei, amelyek közül itt az 1971-es piacon, valamint egy 1974-es férfi portré látható, a 70-es évek első felében kerültek az érdeklődés középpontjába. A La Vivant című folyóirat hiperrealizmussal foglalkozó száma Gerhard Richter és Üklő mellett róla közölt külön tanulmányt, 1988-ban pedig, miután megkapta a francia köztársaság irodalom és művészetek lovagja kitüntetését, nagy cikket közölt róla a Figaro magazin, amely a szakmai mellett egy széleskörű közönség sikert is hozott számára. Ebben az interjúban a többi között azt mondta, Manet szégyenkezés nélkül másolta az arany évszázad spanyol festőit, és ez nem nevezhető hanyatlásnak. Semmi nem modernebb, mint a múlt felé való fordulás. Párizsi utcai jelenetek, tengerpart, külvárosi részletek után a 70-es évek második felében Csernus érdeklődése lassan a múlt felé fordult. Talán a fotorealista képek erősödő fényárnyék kontrasztjai, talán a 17. századi itáliai, németalföldi csendéletek iránti érdeklődésnek az elmélyülése nyomán, de tény, hogy az 1970-75 közötti fotorealista művekből fölépült szakaszt az 1977-es akt virágokkal induló, Caravaggio igézetével jellemezhető korszak nagy ciklusaiból származó művek követik. Főként bibliai, mitológiai témákat dolgozott fel ebben az időben, a történetét azonban elsősorban a szereplők lelkiállapota, a fény és árnyék drámai ellentétével megformálható testek párbeszéde érdekelték. Ezt a mintegy egy évtizedig tartó periódust idézik kisméretű csendéletei, szinte monokróm, a szürnaturalizmus, illetve Max Ernst visszakaparásos technikáját idéző kis tájképe, az 1984-85-ös gyümölcsös ág, de elsősorban a modelleket ábrázoló nagyméretű vásznak, amelyeken azt a mágikus erőt fedezhetjük fel, amiről a nagy erőddel kapcsolatban beszélt. Caravaggio mindenekelőtt fény, amely elönti, elpusztítja és újra csoportosítja a formákat. A 90-es évek elejére megszínesetnek, oldottabbá, lazábbá váltak a kompozíciók. Ahogyan egyébként itt a bejáratnál látható menetekkel Fáres Rozsda Endrével című kisméretű vászon jelzi azt az átmenetet. A tematika részben tovább élt, részben tovább bővült. Éveken keresztül foglalkoztatta Csernus Hogárt a Szajna útja című 1932-es hatlapos metszetsorozata, miközben saját bevallása szerint Hogárt művészi világa tulajdonképpen egyáltalán nem érdekelte. A Caravaggio és a Hogárt ihletési művek között ugyanis a 18. századi olasz festő Gaspare Traversi munkássága iránti érdeklődése jelenti az összekötő kapcsolatot. E kiváló, de kevéssé ismert előtt munkássága ugyanis mindkét művészhöz kötődött. Csernus sorozatának legtöbb műve csak utala Hogárti előképre, a történet a MoMA-t általában valamelyik bárjában indul, és a Rue Clignancourt nyíló temetőben fejeződik be, ahol egyébként Csernus minden évben vitte csokorvirágot Degas sírjára, és ahol 2007 óta ő maga is nyugszik. Ha rejtélyesnek tartanak a Degas iránti tisztelt okát, érdemes szemügyre vennünk a kiállított pasztert és a szénrajzot a bejáratnál. Majdnem egyszerre festette meg a 90-es évek elején a műterem udvart, amely a Bateau-Lavoirban lévő saját műtermek környezetét idézte meg, és a forrásnál
amelynek három alakja a művészet történet három toposzaként, a tövis húzó figurájaként, az önmaga szépségében gyönyörködő Narcissusként és az áldozatnak szánt Izsáként is fölfogható, ahogyan az itt kiállított változat is jelzi. Ahogyan mondta egy másik képpel kapcsolatban, tartozott a helynek azzal, hogy többször is megfestette a labdázó gyerekek és a borozó klosárok otthonát, a Place Émile Goudot, amelyen keresztül az Abbesz felé érkező turisták a Bateau-Lavoie felé igyekeztek, ahol Csernus évtizedeken keresztül dolgozott. Találkozunk több olyan művével is, amely részben a Hogarth sorozathoz kötődik, mint a Forgatás, vagy a Művész és Harlekin, itt az oszlopon, egy kávéházi kompozíció, amelynek itt egy kétfigurás látozata látható a témát feldolgozó számos mű közül. A Hogarth sorozaton megjelenő motivumok bukkannak fel ezeken is, de valamilyen más időből térből kiemelt, a néző számára mégis fontos, szüntelen jelenlévő világrészeként. Varázsló lett volna Csernus Tibor, vagy mint angyal közlekedett a különböző szférák között, összekötve az ihlet megfoghatatlan, leírhatatlan forrásvidékét a fizikai, megragadható, megmunkálható anyaggal. A legutóbbi években, halál előtti években modellként egyre gyakrabban megjelent ő is a műveken. Nos, ezek a képek is azt tanúsítják, hogy a fenti kérdésekre adható válaszban egyszerre fogalmazódik meg mindaz a tanúság, amelyet a fél évszázadosnál hosszabb festői pálya, és az, amit Caravaggio, Velázquez, Hogarth, Degas, Max Ernst, Bernard művészete, rajtuk keresztül a művészet történetnek hatalmas, megszakítatatlan folyamata kínál. Csernus Tibor a múlt mesteré felé fordulva, azokkal társalogva, vitatkozva, olykor perlekedve hozott létre érvényes kortárs művészetet, és generációk számára tette lehetővé a további párbeszédet. Köszönöm figyelmüket!